Együttműködő partnerünk a Headland Plus Kft. Harmonikus növénytáplálás. Gépjárműveink tisztaságáért a K2 autóápolási termékek felelnek. Együttműködő partnerünk a Viva Natura. Félelem nélkül a végsebesség hajt! Arra vágyom, most is keresem a bajt! Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, maximális tiszteletem, ez a Félelem nélkül, a Spiller TV autó és motorsport magazinja. Mai adásunkban ellátogatunk a Mediterrán Rally Service Parkjába, pécsi hangulatjelentés, versenybeszámoló, bandázás, aztán pedig tesztelünk, egy Kolbász Zsírű Metal MG-t mutatunk be. Ez lesz ma a Félelem nélkül. Gyurka barátom jelenleg idegállapotban van. Mi ennek az oka? Hát az, hogy amúgy sem tudunk gyorsan menni, soha már nem is szerettünk, meg félünk is. És ha most sem vettünk gyorsan, és még így is tele vagyunk műszaki hibával, ami eddig nem megszokott tőlünk. Igen, tehát ez az autó mindig működik. Ez tényleg úgy, hogy ez otthon áll, belejössz, ötentez benzin, elkúsz, az megy. Most nem. És most mi történt? Tehát ilyen szétment az első kerékhagycsapágy, és ezért szétveri a féket, nyomom szőnyegig, nem lassulunk, és most próbáljuk megoldani, de hál' Istennek olyan jó szerviz csapatom, hogy egy benzin, tehát kannából benzin, nem tudom beletölteni, mert nincs hozzá eszközünk, benzinünk van, akkor gondolod, hogy a kerékhagycsapágyat ki fogunk tudni cserélni, szóval nem, ne fogadj rá. És most a harmadik gyorsan már nem tudtunk menni. Viszont az eső mennyire befolyásolta a hangulatot? Az eső az nem, de bevallom, hogy arról szó se volt tegnap, hogy sötétbe megyünk, sötétbe mentünk, és én itt pusztába. Tehát ja, hogy ennyi lámpán van. És miután még nem mentem ebbe a kocsival a sötétbe, ezért a belső világ, tehát a visszajelzők, azok, tehát úgy, mint a ütek van, tehát nem volt volna érte, tehát láttam magam. A karácsonyfa veled szemben. Magammal mentem ott, és te üveg volt, mert a navigátor lámpa az visszaverte az ötinát, és így viszonylag sötétben hiába mondják, hogy sima jobb, akkor az is tudod, tehát a bénázás bénázása. Még arra is, én nem tudom, hogy ennél is lehet. Menni, és képzeld, de igen, nekem ez is sikerült, úgyhogy most így van annyira. De amúgy meg jobb itt lenni, mint a kórházban, vagy ott szokták mondani. Boldog, itt vagyunk körülünk, az első jó a földeknek, úgyhogy nincs baj. Domi, mennyire okozott problémát az eső, illetve a sötétben való autózás? Először is köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ugye új körülmények, új navigátor, most minden új, mindent meg kell szokni, de ez, újból. Igen, újból, megint ismét, de azt gondolom, hogy csiszlódok össze az összes változó tényezővel. Ugye kicsit vigyázni kell azért, mert tréfás azért az esős körülmény, de meglepően jó ez a gumi, tehát megáll a féktávokon, majdnem úgy, mint szárazon. Kanyaroknál kell vigyázni, főleg nekem ugye, én most járok itt először, nálam tapasztaltabb emberek esnek be, úgy egész gyakran most, ahogy látom, úgyhogy szerintem abszolút nem kell sietnem. Egyelőre teljesíteném a versenyt, és én azzal boldog leszek. Most már, ha jól áll minden csillag, akkor Ózda talán már tesztelni is tudunk, tehát viszonylag már magabiztosabb leszek akkor úgy. Bár úgy volt, hogy Pécsre is tesztelünk, de nem jött össze, de azért azt gondolom, hogy most viszonylag jól megyünk a körülményekhez képest. Domi, a szélben ez a legfontosabb, a maradék másik két futamot is. Így van. Krisz, az esős körülmények mennyire kedveznek, ha bár a látványos stílusodhoz talán ez még passzol is. Nagyon kedveznek nekem a vizes szakaszok, én nagyon szerettem régen is. Igen, az akkor Y mintáztam, mivel mentünk, sok volt az improvizáció. Lányomnak fejet hajtva ismételtem magamat, sajnos slick gumival megyünk, mert igen, muszáj egy kis időt hozni, meg kicsit sereget hajtani, mert úgy érzem, hogy a fiatalok hagy versenyezzenek. Ezért elkezdtem őket most hajszolni, ez a tervem, de a végén természetesen átadom a bajnokságba a pontszerzőjeket, ha esetleg a célig eljutani, de szervezem, és az időket is jó, meg akkor a végén majd egy kicsit az utolsó körbe átadom a nézőknek az élményt, illetve a többi csapattársaknak, mert nem szeretnék a bajnokságba beleszólni sem ilyen formában, tehát se pontban, sem
Pozícióban. Én nagyon örülök, hogy a márk ilyen szinten megy, mert ez valahol a mi dicsőségünk, az én dicsőségünk. Hála Istennek most már szülők is kezdik érteni, hogy nem rólam szól lesz, hanem a márkról. Én nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szeretném, hogyha ezt az évet megnyerni. Azért is próbálok én is komolyabb motor, komolyabb gumi, hogy én hajtsam a gilit, meg hajtsam a balut, hogy ők is szorítsák, és mindenki szorítson. Legyen meg a nyomás, az a pressure. Úgyhogy így van, úgyhogy én szerintem jól szereplünk, bár tegnap utcai gumival próbálkoztam, de aztán megint rá kell jönni, hogy ennyi, úgyhogy... Engedjük el. De szeretem azt a sportot, élvezem a vizet, én azt gondolom, a rally mindig is egy improvizációról szólt, és az ha száraz, ha eső, az ha az hőség, ha hideg, mennünk kell. Így van. Ilyen egy jó testvér. Ahogy de aranyos, hogy végre, köszönjük. Az jó lesz? Tavaly mentünk ugye Rally 2-be, ott volt egy esésünk esőbe, ez nem nagyon maradt meg így bennem, úgyhogy próbáljuk tolni amennyire tudjuk, aztán majd meglátjuk. Voltak rizikós helyzetek tegnap is, ma is, de hát ez a sport. Most azt hogy látjuk, hogy tényleg összeállt a kis csapat, ugye az előző meccsekről mandáztunk itt közösen. Nagyon nagy köszönet Zsírpapának. Így van, Zsírpapának nagyon nagy köszönet, hisz elsőnek azért kerestem meg, hogy nincs-e fölös felnie, mert nem volt olyan felnink, amire gumit tudtunk volna tenni, ugye, amit vettünk a ifjabb Kanyikantitól, nem tudtuk föltenni. Kértem tőle 6 darab felnit, azt meg is kaptuk, aztán azt mondta, hogy esőgumi nélkül nem merjek el indulni, mert esőt ír, úgyhogy azt mondta, hogy akkor odaadja az esőgumiait is, úgyhogy arra volt felnink szerencsére, azt felszereltük, úgyhogy most azokkal megyünk. Bízom benne, hogy annyira nem koptatom el neki, de majd meglátjuk. De a szervizbusz is az övé. Igen, végül az övé is az lett, mert sajnos nem tudtunk felszabadítani egy teherautót sem, úgyhogy végül azt is megkaptuk tőle, úgyhogy nagyon nagy köszönet. Van még vissza 2 futam idén. Az ugye az Óz és az Emblém. Igen. Meg lehet a dobogó? Hát most jelen pillanatban az első helyen vagyunk, vezetjük a kategóriát időbe is. Ugye próbál ebbe az irányba terelni. Igen. Most 100-an megyünk a giliék előtt. Még bármi előfordulhat. A bajnoki cím a cél idén, természetesen. Másnak is ehhez beleszólása. Nyilván lesz, mert egyébként nagyon közel autózunk mindannyian egymáshoz, úgyhogy ez egy nagyon jó kategória, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy historikba jöttünk, mert ez egy nagyon jó kategória, ez egy tényleg egy családias környezet, itt nincs veszekedés, mindenki segít mindenkinek, úgyhogy ez tökény. Kis Gili, most 1/10 lemaradva. Ez hatalmas hátrány, ugye? Hát bízunk benne, hogy annyira azért nem. Lehet van hátra még 5 gyorsaság, ha jól számolom. Márkkal meg a Balúval azért nagyokat szoktunk csatázni mindig. Reméljük ez most is ilyen lesz. Bízunk benne, hogy győzzön a jobb. Igen, ez talán egy elsőkerekes autóval ügyesebben, pontosabban le lehet szaladni Árpád Tedőn, mint egy hátsókerekes Zsigával, habár náluk bátorságból nincs hiány, ahogy nálad sem. Nincs, hát főleg, hogyha eltap, akkor úgy nehéz felvenni velük a verseny, de bízunk benne, hogy a következőnél már azért jobb lesz. Meg lehet az év végén a bajnoki cím, mert ugye Márk is erre hajt, nem titok. Igen. Itt azért egy szoros kis csatát várhatunk a következő 2 futamon keresztül is. Igen. Hát nem titkolt célunk a bajnoki cím. Én teljesen reális esélyt látok arra, hogy mi húzzuk be. De, Márk ugyanezt mondta. Igen. De hát barátok vagyunk a Márkkal, meg a Balúval is, tehát nem leszek vérig sértve, hogyha ők nyernek, de titkom magamnak szurkolok. Balú, Szokol, aki mindig elviszi a bulit, ezért most nem vele beszélgetünk. Nem buli, puli aranyoskám, puli! Ne idegesítsen! Kiskutyám, bau-bau! Komolja a kis felhozatal most, Márk, Gili, meg ti köztetek, nagy a csata. Így van, megy a csata. Ez jó pofa, nem? Én ezt szeretem, nagyon tetszik ez az adok-kapok. Most kaptunk tegnap eleget, rossz volt az üzemanyagnyomás szabályzó, de most kicseréltük a másikra, úgyhogy most mentünk rendesen. Hát sajnos a Rácz Tibiék most ugye beestek, úgyhogy megálltunk mellettük, kiszálltunk, megpróbáltunk segíteni, de aztán mondta a sportbíró, hogy már jön a mentő. Most írtam a kérvényt, egyoldalas kérvényt. Egyből beleszól egyből. Ja, bocsáss meg! Milyen kérvény? Mit kérvényezel? Az időjóváírásra, mert... Időjóváírásra. Mi jöttünk mögöttük, és megálltunk. 55 másodpercet álltunk ott. Mondták.
Mondták. Igen. Nem te tudod. És voltam a bőrgyógyászaton, neked is menned kell. Ezt a beszélgetést szerintem most fejezzük be. Nem. Riportot akartál csinálni. Győzzön a jobbik. Menjetek ügyesen. Ezt az embert meg valahogy tüntesd el ebből a képletből. Wingardium Leviosa. Huss és pöcs. Vagy előbb huss, aztán pöcs. Huszi, sziasztok. Hello. Mi a dörgés, mennyire érdekes vizenautókázni egy ilyen szamarában? Hát teljesen érdekes. Tavaly vásároltunk egy nagyon jó kis vizes gumit. Ugye azt kell mondani, hogy elgumiztuk magunkat, ja, és nem adtak ki. Igen, meg a beállításaink sem voltak optimálisak, ugye? Igen, azok így van. Nem, valójában ez a gumi ez nem egészen azt hozza. Van hova fejlődni, tudjuk, kipróbáltuk. Ehhez képest az időnk az azért úgy szó. Tehát annyira nagyon azért nem rossz. Jobb is lehetne, mert azért ennél többet tudnánk. Itt azért most már vissza kell térni ugye a karburátorhoz, azt beállítani, azt hangolni. Itt azért karburálni. Van szivató, meg bizonyám. És hát most olyan autószerelők közül azért ezt már nem. Tehát, hoppá, megjön egy ilyen probléma, tényleg. Bizony, nem csak historik autó, hanem historik tudású szerelőkre is van szükség, a régi nagy öregekre. És aki bizony... kérnek a csavarhúzóhoz és hangolják fülre. Igen. Ugye? És nekem szerencsém van, mert találtam egy, tehát van szivatunk például, igazi lada, kihúz, behúzott, és most itt ebbe az esőbe ugye picit több anyagot is lehet elégetni. Aha, persze, azért... tudod, de kicsit játszani vele. Ez a Trabantnál is fontos momentum volt, hogy nehogy megragadjon, egy picit ráhúztuk. De ez nem Trabi, viszont van-e benne növelt belső súrlódás a differenciálni? Magyarul sper. Az van benne. Az van, mert az úgy szereti, hogy kanyarodásnál az úgy egy picit. Szóval visszatérve, tehát jól lehet kezelni, és aranyos, mondjuk jobb hátul nincsen lengéscsillapítónk, mert ez egy picit elfárad, engedve. Ez egy apróság. Ezekkel nem foglalkoztunk soha, nem? Tehát effektíve megnézzük az időt, megnézzük, hogy egyébként a többiek úgy hol vannak, és nagyon élvezzük, nagyon szeretjük. Tegnap megforogtunk a nézőknek egyet, tehát királyság volt. Egyszer, mint száz, mennénk, teljes bajnokságot szeretnénk futni. Jani, meccsek, esőben, csúszós körülmények között nem egyszerű leterelni egy Zsiguli terpettetőn. Kinek? Én imádom. Egyébként igen, lefér. Ez a kedvencem. Lefér, negyedik, ötödik? Végig. Hatodik. Ja, hogy van. Néhol hatodik van. Jaj, de fénység. Jó, a bajnokság szempontjából fontos lépés lehet a mai nap végén behozni az autót a célba. Hanyadik helyen is? Ha jól számoltunk, akkor hatodik hely elég lenne. Innentől kezdve akkor nem kell indulni a többi futamon? Akkor nem kéne induljunk, de azért szeretnénk. Aha, menni kell, hiszen autózni szeretünk, és aztán a legfontosabb. Igen. A 2023-as szezon hogy nézhet ki? Van tovább lépési lehetőség, vagy maradunk a Zsugudnál? Erről még nem tudok nyilatkozni. Jaj, de szépen diplomatikusan összerakoskodtad! Ezt még át kell gondolnom nekem is, hogy mit szeretnék, mert azért van, lenne itt más program is, lakásfelújítás, stb. A család? Kettő együtt sajnos nem nagyon biztos, megy. Nem? Lenne lehetőség átülni komolyabb kocsiba is, az is megbeszélés kérdése, úgyhogy ezt majd az év végére bízzuk. Év végén leülünk beszélni mindenkivel, szponzorokkal átgondoljuk, hogy mi fér bele, és akkor ennek következtében majd... Itt most a legfontosabb, hogy odafönt már megvan írva, hogy itt lesz az autó a célban. Így legyen. Így legyen. Milyen a Suzuki-val autókázni? Így a meccsekben ilyen körülmények között, mert azért föl van adva a lecke. Föl, abszolút. Ráadásul én kezdő vagyok. Én tavaly kezdtem ezt az egészet. Most ezek az első métereim vizes aszfalt autóval tegnap. Úgyhogy belekezdtünk a közepébe. Nagyon élveztük. Szerintem a Robi is, én biztos. Egész jól sikerült a tegnap. Egy kategória második idővel nyitottunk. Így a pécsi helyi menők közé sikerült beférkőzni. Az jó nyitásra. Abszolút, teljesen elégedettek vagyunk. Ma kicsit visszafogottabbak voltunk, meg volt egy kicsúszásunk is, de itt vagyunk épségben. Igen, és talán a legfontosabb, hogy célba kell hozni az autót. Igen. Szerintem ez itt már odafönt meg van írva, de észre kell lenni, és hiszem, hogy Roberto jó navigátor lehet, hiszen azért erősebb autóból csücsent vissza, igen. És ügyesen tudja irányítani a pilótáját. Igen, abszolút, hát már párszor, ugye tavaly is vele mentem, meg idén is a legtöbb versenyen, úgyhogy szerintem tök jól összeszoktunk már, jól tudunk együtt dolgozni. Igen. Legyen meg ennek a folytatása. Köszönöm szépen. Köszönöm.
ugye a teszt kategóriában azért összetudjátok mérni az erőviszonyokat, és talán azért lehet ez jó opció, mert nincsen súlya vállatokon. Igen, ezért könnyű is, és ezért nehéz is. Tegnap este ugye különböző okok miatt belecsúszott a sötétbe az első és egyetlen gyorsasági. Ott meglepően jó időt jöttünk, mert ilyen 2 másodperc körül kaptunk a velencei Áditól, a többieket meg megvertük. Úgyhogy annak örültünk. Ma reggel sem, rosszak az idejeink, nem kell siránkozni. Talán itt a versenynek egy kimondott nehézsége az, hogy 4 mezőny megy együtt, ami lehet, hogy egy picit sok, és ezért ugye teszt kategória nyilván kicsit háttérbe szorul, és sokat várunk, tehát most itt vagyunk délbe, és mentünk eddig, mit tudom, 8 percet ma, de reméljük a délután nem ilyen lesz. De visszatérve az eredeti témára, hogy ugye mi most mindenféle körülmények között szeretjük kipróbálni a Hyundai-t, úgyhogy én személy szerint még örülök is neki, hogy ilyen nedves, mert így még nem mentünk vele. Nagyon jól viselkedik egyébként az autó. Tegnap abszolút kockázatmentesen mentünk. Most azért kicsit el kell kezdeni gyorsulgatni, mert a többiek is most már így ébredeznek. Úgyhogy ezt is megtesszük. Amit kitaláltunk vízre, az jónak tűnik ilyen setupba. Úgyhogy örülök. Érdekes, hogy ez az új autó, hogy mindenkinek, nekem is, meg a csapatnak is egy új lendületet adott. Igen, mert igen, a Ford csak úgy voltunk, hogy menjünk, beleülünk, jó van, olyan lesz, mint a múltkor, az kész. De most egy kicsit gondolkodni kell, és hatóbb is, így van. Úgyhogy, és hál' Istennek úgy néz ki, hogy szépen fejlődik a görbe, és egyre jobbak a részeredmények. Hát az, hogy egyszer egy verseny meg nem jön össze, az meg leginkább sofőr. Általában. De fogjuk a navigátor, az a biztos. Persze, így van. Gergő, te hibád volt. Így van. Anti, királyság. Köszönöm szépen. Miska, lehet még eredménycentrikusan versenyezni, vagy ez már tényleg csak egy hobbi? Én most már szeretnék az élvezetre törekedni, tehát minőségi versenyeken menni. Játszani. Nem lehúzni akarom itt a... Nem, engedjük el, igen. De nagyon jól érzem magam a kinti pályákon, új pályák, tehát hogy ennyi idő után még mindig tud újat mutatni, és mindig lehet fejlődni. Mi volt az első meccsekre, amikor itt voltál? 1991. Én szerintem nem néztelek akkor a pályát szerint, mert én talán 92-93-ban mentem itt először. Hát ez nem tegnap volt, 30 éve, bátya, neked 32. Van még benne? Van. Ugye? Mindig van. Mindig tanulsz, mindig fejlődsz. Ez a legszebb az egész apa. Hozzátok célba, és reméljük, hogy sikerül az operáció, utána 3 hónap kényszerpihenő, tehát találkozunk 23-ban. Azt mondták, de szerintem elég lesz az egyik. Ezt a hozzáállást már szeretjük Batics Miskától. Hallom, hogy forogtatok egy 360-at. Igen, az első gyorsaságin mindjárt magunkra éreztettünk. Igaz a vége fele, és addigra azt gondoltuk, hogy megvan a tapadás, és marhára tudjuk mi ezt. Egyszer csak az egyenesbe kihúzták alulunk a szőnyeget, és tényleg egy 360-at forogtunk. Ilyen 150 környékén, nem volt kellemes, főleg amikor háttal mentünk, és nem tudod, hogy most akkor mi lesz. De annyira szerencsénk volt, hogy végülis az út melletti sár az megfogta az autót. Irányba álltunk, visszakepickéltem egyesbe, aztán gó tovább. Persze onnantól kezdve visszavettünk azért, mert tényleg tesztelni vagyunk itt, jól érezni magunkat, és nem nincs szükség arra, hogy ebből valami baj legyen. Azt mondta egy cimborám, klúnisodunk. Klúnisodunk, legyen így. A rovat támogatója a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Jó napot kívánok, tiszteletem, üdvözlök mindenkit! Ez a Félelem Nélkül című műsorban a már jól bevált autó bemutató rovat. Ugye volt egy Morris garázsunk, ez már egy kínai változat. Idén került hazánkba, idén mutatták be, és van benne szinte minden. Hiszen egy ilyen összelegozott kis autókáról beszélünk, ami rengeteg stílusért hordoz magában. Egy 1.5-ös szívómotor található a géptető alatt, ami 106 lóerős és 141 Nm nyomaték leadására képes. Egyébként zseniális városi SUV, és azt gondolom, hogy ezzel az MG márka újra visszatért. Ugye egy tradicionális típusról beszélgettünk, az embléma önmagáért beszél, ez azonban már egy más szegmens,
más közönségnek, más célcsoportnak. Én azt gondolom, hogy gyorsan menjünk is vele, úgyhogy jöjjön a menetpróba! Na, akkor induljunk az MGZS-sel. Vajon mire képes? 5 gangos manuál, ahogy említettem, 1.5-ös szívómotor, patika belső, halálcsillagot utánzó levegőbelépő rostei, tapipad, digitális kis kijelzőnkön látjuk az MG-t, digitális műszerfal, digitális forimérő, jófogású kormány, szép piros célnával megvarva, alul meglapítva, jófogással, kormányról vezérelhető kezelőszervekkel. Vannak gombjaink, USB-nk, pohártartónk, műanyag kézifékkarunk, tehát tudunk csinálni egy kézifékes fordulót is, Kevlar behatású műszerfalunk, itt is visszaköszön a piros cérna, szép a formája, esztétikus, praktikus. Műanyagok rendben vannak, oldalt is van egy Kevlar hatású, ám szépen ügyesen megvart kis puha betétünk. Értelemszerűen könyöklünk, tárolóra keszünk, nagyon szuper középkonzolunk van. Ugye ez, ahogy említettem, a Comfort Plus felszereltség, itt még nincsen tolatókameránk sem. Na de cserébe van radarunk, haha! Akkor jöjjön egy kis rutinozás. Sépolás megvolt. A tenyérből tekerjük lazán. Gyorsulást nem hagyhatom ki, jó? Állóról. Parketta. És már... Főszúrom háromba, meg vagyunk az államhatárral. No, azért érződik a súlya az autónak, ezt azért nyugodtan mondhatjuk, de ez az 1.5-ös motor igazából simán tudja gördíteni ezt az autót. Ugye egy picit emelt hasmagasságról beszélgetünk, ugye mondanám, hogy plázaterápiáról, de nem akarok sértő lenni, mert nem az. Ez már egy teljesen más szegmens, más célcsoporttal, és ahogy említettem, más közönséget céloznak meg. Ez már nem az a régi fajta MG, hanem egy sokkal inkább fogyasztóbarát, mindennapi használatra alkalmas SUV, amiben el lehet férni kényelmesen, jó nagy a csomagtere, és tényleg kínai gyártással betörnek az európai piacra. Az árérték aránya az rendben van. Direkt nem mondom ki, hogy mennyi. Kanyarodni, fordulni szépen lehet vele, még a nagy test ellenére is, de nem egy versenyautó. Első kerék meghajtásunk van, harmadikban lepadlózom, szépen elkezd gyorsulni, de senki ne várja azt, hogy ez a 106 paci, ez versenyzésre jogosít fel bárkit. A 141 Nm pedig annyi, amennyi. Hiszen azért az MG nagyon komoly sportautókat, nagyon komoly járműveket gyártott annak idején, azt a vonalat elengedtük, ez már egy teljesen más dimenzió. A teljesség igénye nélkül ennyi volt az új MG ZS Comfort Plus bemutatója, ennyi fért ebbe az etapba. A rovat támogatója a Duna Auto, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Ennyi fért a mai Félelem nélkülbe. Természetesen adásunkat visszanézhetetek a TV2 Play-en, illetve a saját YouTube csatornánkon is. Minden jót mindenkinek, a viszontlátásra! Műsorunk további együttműködő partnerei.